Ruhába vagy még mindig? Akkor már mindjárt nem. Jó, hát te, a szemérmetlen önpromó kell néha, értem én. Ne, csak szellőztetem a csecseimet. Néha azt is kell, nem? Dehogy nem. Mert különben kipálik, be. Büdös lesz. Bepálik. Az mindegy. Gombás lesz az alja. Az mindegy. Aki nyalogatott már végig mellaljat egy forró nyári nap után, az tudja, miről beszélek. Mellaljat. Hát a... Értem, hogy... Oda be. Úgy, felemeled, úgy, oda be. Oda be. Olyan, mint gipszalá beszagolni, ezt már megénekeltem 2-3 éve. Gipszalá beszagolni a harmadik hétvégén. Kb. Ugyanaz. Na. Kezdett vidd onnan. Honnan? Onnan. Ja, nem vagyok. A kis lukból. A kis lukban nem. Vidd a kezed a kis lukból. Szavaztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Meg a kis luk. Ismét elhoztunk nektek 7 darab, majdhogy nem friss megjelenést a magyar underground színe javából. Mi történik? Ja, hogy a H betű az nem a T betű után van. Hát, igen, ez mondjuk ilyen. Szóval lesz H meg T betűsünk. De úgy is látjátok már, hogy mi van oda kiírva, te gyakorlatilag azért nagy zsákba macskát nem árulunk. Igen. Na, de kezdjük is az egészet, mert hogy kijött az Early Bird zenekarnak a lemeze, amivel majd természetesen foglalkozunk, viszont még előtte volt egy release clip is, úgyhogy arra azért még rámegyünk, hogy tudjuk is, hogy nagyjából miről van szó, mert én már nem emlékszem, hogy mi volt a... Már voltak a srácok, csak már nem emlékszem, hogy mi volt az. Én sem emlékszem, csak azt tudom, hogy erre a zenekarra mindig külön díszavás van a koncerteken. Ja, az Early-ből, igen. Nagyon jó. Mindig olcsó, olyan olcsón adjátok magatokat, nem értem miért. Mondom én mindig, hogy kell olyan zenekart csinálni, hogy free beer, vagy ingyen csöcsök, vagy nem tudom. Kapunyítás. Ja, kapunyítás. Kapunyítás 17 óra, kapunyítás 17:30. Szerintem az egy kúra vicces. Nem volt rúgva a szórólapos, vagy mi volt? Na mindegy, nézzük meg a srácoknak az új videóklipjét. Ja, ez olyan, mint a politikai párt egyikre sem. Ja, igen. Az megvan, nem? Igen. 80%-os többséggel alakítanánk kormányt, hogyha csinálnak egy egyikre se pártot. Igen. Kire szavaz? Fidesz, MSZP, egyikre se. Igen. Mindenki ránk szavazna, bazd meg. Na, menjen! Kikapcsolnám című dal. Reméljük, nem kell megtennünk. Meghangosabb, mint amúgy a többi. Nem baj, ez most ilyen lesz, ez most ilyen hangerő. Ilyen hangerő basszó sasoló lesz, köszönjétek azoknak, akik még használják ezt a termet, hogy eltekergették ott. De most egy kicsit még adjál vissza, mert most meg halt. Atyaisten! Fent. Ez a legző! Oldie but goldie. Halt. Témák. Azok legalább mindenhol vannak, nem úgy, mint Rio. Igen. De a dobtémák tényleg nagyon jó.
igen. De mindenki csinál mindent. Igen. Cserégetik a posztokat. Igen. Tök jó, mi is csináltunk annó 10 pár éve egy ilyen klippet, hogy mi is itt mindent cserégettünk. Sőt, még a tücsök ciripelős csönd is benne volt a közepén, úgyhogy... Melyik az a klip? Tovább. De az még fönn van? Nincs már. Nincs már fönn. Azért merek beszélni róla, mert nincs már fönn. Pedig az egy... az helyi szinten slágernek számított, mert így meg tudtak benne jegyezni a tovább-tovább-tovább-továbbos. Igen, igen. Egyébként, ha már ilyen tücsök ciripelős leállás szóba került, arra ki akartam térni amúgy is, mert az akkor üt igazán, hogyha utána valami váratlanabban hozzuk vissza. Tehát például itt most egy tempó duplázást tök jól elviseltem volna a refrénbe, ahelyett, hogy visszahozzátok megint ugyanazt, ami addig volt. Tehát, hogyha már egy ilyen hangulatfokozó elemet beépítünk, így ez a leállós, tücsök ciripelős leállós, tücsök ciripeléses leállásos... Igen, én értettem. Az? Ti is értettétek. Akkor, nem, de. Akkor ott van a lehetőség, hogy valami igazán a fejére állítsuk az egész nótát, mert ez egyfajta jel, tehát így is jó, mert maga a hangulatfokozó elem az mindig jó, mert sose lesz elcsépelt egy kis leállás zenébe. Csak ott tényleg, hogyha igazán nagyot akarunk borítani, akkor az egész dalt megboríthatjuk egy ilyen után, tehát mindegy újra kezdődni. Ja. De egyébként mondom, egy-két rímet leszámítva szerintem ez teljesen rendben volt. Uh-huh. Kíváncsiak leszünk a lemezre ezek után, hogy mégis így. Én nem volt rossz az ének, csak a hangszín olyan kicsit kilógott az egészből, meg kicsit alulra is volt keverve, de igen. Majd meghallgatjuk egészben a lemezen, hogy mégis mit mutat, de ígéretes. Én igen. Azt mondanám, hogy ígéretes. Menjünk tovább. Mit szólsz hozzá? Mink van? Paradicsom szósz. Ó, hát gyerekek! Headstock! Én itt le vagyok kenyerezve tényleg, tehát... Nem ők voltak annó a Saturnus? Nem. Nem, az egy másik. Az egy másik. Kik voltak a Saturnus? Meg nem mondom a nevüket. Tudom, kikre gondolsz, de nem ők. De még fel is tettem listára, az meg azért huragász, én nem ismerem. Nem, nem a Headstock, ők a poppunk. Oh! Ők az Ultimate Magyar Poppunk zenekar. Imádom, szeretem őket. Már amikor éppen a felleng, meg a szellem. De ne, ők sokkal régebb óta. Tehát itt 18-as az első lemez, az is készült vagy 10 évig, tehát hogy ők nagyon régiek már. És nem tudom, lesz második lemez, srácok, ezt mondjátok már el, mert én szeretnék menni. Nem, még mindig nem jó. Még mindig nem. És a Headstock egyébként olyan, mint a kacsa dorogon, hogy amikor tavasszal megnyit, akkor játszanak, amikor ősszel bezár, akkor játszanak, és közte meg semmi, meg előtte semmi. Tehát, hogy így én szeretnék bejutni végre egy Headstock koncertre. Hagyd meg nekünk, azt hiszem azok is ti voltatok, meg nyilván ugye a zápor, meg a cipős doboz, meg az egész lemezt én nagyon szerettem. Évgyűrűk lemez egyébként, mindenki hallgassa meg, nagyon-nagyon jó. Nézzük meg, hogy mit alkottak. Jó. Én azt mondom. Te úgyse tudsz ezt hozzászólni, tehát azért én így próbálok mindenkit főzárkóztatni. Igyekeztem illedelmes csendben ülni. Na nézzük! Ha már nem 10 évesek a srácok, igen. Hát nem. De már én sem vagyok. Sok.
közel volt, bazd meg. Igen. Olyan nehéz megcsinálni jól ezt a dupla tempós, visszalassított éneklést. Aha. Annyira látszik, hogy kilóg a lólával legtöbb esetben. Igazi punk, mikor mindent kivisztek a mező közepére. Na jó. Csináljunk már mi is egy ilyen visszaemlékezős klippet, és akkor keresünk felvételeket, együtt fociztunk. Ilyen 20 évvel ezelőtt. Nem lesz olyan. Nem lesz olyan. Nem lesz. Akkor még nem voltak ilyen felvételek, az a baj. Hoppá. Hoppá. Az Alessio Fatariának nem volt még meg az olasz kamerája, amivel fővett minden. Igen. Na, hát a headstack. Nem ez a legjobb dal a srácoknak, de... A refrén jó volt. De a refrén jó volt, így van. Nekem az orgánom, ez nem annyira. Nem, meg a gyorsabb daloknál sokkal jobban működik. Igen, 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 de így alapból ez a magasabb felkvésű férfi, amik annyira nem tetszenek, de ez már az én problémám. A dallamok azok jók voltak, úgyhogy... Tetszett. Ennyi. Én továbbra is várom, hogy lesz abból még második lemez. Szerintem 2028-ig még van 5 év, úgyhogy srácok, nem kell sietni sehová. Így van. Na, menjünk tovább. Hét jel. Hatalmas csendek. Így van. Ugye tudjuk, a hét jel Pócsi István szellemi munkája főleg, és most egész illusztris társakat talált meg, azért most is. Ugyanis Tóth Tabi dobolta föl a dalt, és a Gotthard Misi volt a zeneszerző és a hathúros. Azt fölírtam. Nem tudom. Fölírtad? Nem írtam föl, de akkor most megmondom, hogy Temesi Berci a basszus. Ja, térhe ki más. Igen, tehát azért mondom, hogy nem írtam föl, de emlékeztem, hogy olyan formátumú egyéniség, akit mindenképpen meg kell említeni. Így van. Én szerintem ennyiket csináló bőven elég volt, úgyhogy lássuk, hogy mit tartalmaznak ezek a hatalmas csendek. Igen. Még mindig hétbe van. Thank you.
de jó az fasz. Aha. Aha. Gutenzi! Halásznak meg kéne mutatni, hogy hétbe így kell énekelni. Igen. Hogy lehet. Meg így kell jó szöveget írni, ami nem jó, cink. Jó, hát az más. Ott nagyon sok mindent megmutathatnánk neki, de... De egy az, hogy nem a mi dolgunk, kettő, meg 20 pár év után talán már lehet, hogy fölösleges. Ja, igen. Jó dallam, vélem dallam. Elég jó. Ja. Ja, ez elég jó. Fú, baszki. Na. Na. Kérném szépen, ezt valahogy így kell. Tehát, hogy... Na. Ez a 7 jel projekt, ez nálam most... Érted? 7 jel. 7. Igen. Mert hogy hétbe volt, érted? Érted? Á, világos, világos. Nem azt mondom, hogy most esett le is emiatt, hogy miről szól a 7 jel, de ez a dal nálam, ez gusztustalanul működik, tehát, hogy... Igen. Elég jó. Igen. Zeneileg úgy, is persze, úgy meg van persze. Csinálva, hogy beszalsz, hát, tehát, hogy... Gotthard Misi, baszki, tehát, hogy... Akit érdekel, hogy nem ismerné Gotthard Misit, a Godfather... Ja, igen. Zenekarra nyugodtan tessenek rámenni. Mi nem beszéltünk róla, fölhívták rá a figyelmünket, de nem beszéltünk róla, viszont most akkor egy néhány szót megértett, hogy nem hittem volna, hogy a Borlai Gergő még magyar rock metal zenéhez a nevét adja, igen, de hát borzalmasan örülök egyébként, hogy ez a formáció létrejött, ugye Gotthard Misi ott van, a Szebényi Dani, ugye Borlai Gergő dobol, Tátrai Tibor Tibusz, van még benne, igen, meg még, basszus, kibőgőzik, nem tudom, na mindegy, és nagyon tetszett nekem az a lemez, csak volt egy ilyen jazzes éle, amivel nem tudtam mit kezdeni, tehát nem az a legtiszta prog metal, inkább fúziós prognak mondanám, de hát ugye ez a tagoknak a hátteréből és előzmény történetéből úgymond következik is. Én hozzám emiatt nem férkőzött közel az elemez, nem is hallottam, csak egyszer-kétszer, de a minőségét nem lehet egyszerűen elvitatni. Persze, és nagyon nagyon örültem, mikor olvastam, hogy jó sokan voltak az első koncerten, vagy nem tudom, lehet, hogy nem az első volt, de volt valami Pesti Buli és Teltház közeli. De szerintem az volt. Szerintem az. Is az volt, ja. És Teltház közeli létszámba jelentek meg az érdeklődők. Helyes. Én nagyon örvendek, mert ez azt mutatja, hogy a minőségi zenének itthon van tábora, és a Godfather egy igenis minőségi zene, még hogyha engem nem is talált el annyira minden aspektusában, hogy mostantól kiseszedjem a lejátszóba, de simán meg tudom érteni azt is, akinek beragadt.
Mert borzasztó, borzasztó minőségi zene, és ugye a Gotthard Misi itt is letette. Tehát egy ilyen hetes témát így lehozni, meg amit a Tóth Tomi dobolt rá, ez nem az a tipikus hetes dobolás volt. Tehát, ja. Ott a második verzében rendesen Amerika meg lett kevere. Amerika visszaintegetett elég rendesen a Tominál, úgyhogy ezúton is irgalmatlan nagy pacsi a Tominak. És ez a dal, ez nagyon oda lett téve minden aspektusában, úgyhogy ez... Én boldoggá tett engem az a dal. Így van. Megyünk tovább egy magorral. Egy új magor dallal. Egy perc. Egy perc. De ez nem a, egy perc. Ez nem az, az intervallumra vonatkozik, vagy időtartamra. Plötty. Gyerünk. Plötty. Tartasz. Üres ágyak, megtépett szárnyak, elérlek, tudom téged egy másik életben. Nem is tudtam magorban két énekes volt. Én az elején próbáltam nem rákérdezni, hogy most itt hányan énekelnek, de aztán már a refrénnél megjöttem. Tudjuk nagyon jól, hogy a Sasol egy olyan műfaj, meg egy olyan rovatunk, ahol nem nézünk utána az előzménynek úgy különösen, meg úgy csapatoknak se, csak a dal alapján ítélünk. Nem a magorban volt a izé? A Juhász Marci? Vagy ő melyik zenekarban volt? Nem tudom. Nomád. Nomád? Tényleg, bocsánat. Igen. Egyik zenekart se követem aktívan, ezért vannak ilyen tárgyi tévedések, bocsánat. De ezek a sipolós gitárok jók. Szeretem. Így. Yes. Füstöl, bazd meg! Az ez már epilepszia, bazd meg! Hogy mi? Pakoljam be a bőröndömet? Ez igen. Ma is megérte leülni fülelő elé, szerintem ti is így gondoljátok. Azt a kurva ege. Oda van rakva, ez is elég rendesen. Dallamos, refrén, über, szóló, jó kis dobtémák, jó kis lepörgetések, és majdnem mind meg volt mutatva. Igen. Ha esetleg valaki nem tudná, mi zajlik, akkor... És az volt, amit
Játszott az úriember, úgy. Nagy rész. Nagy rész. Nagy rész. Voltak azért kamukázások, de nagy rész. Igen. Igen, amióta mi is csinálunk klippet, azóta tudjuk, hogy ez nem olyan egyszerű. Igen. Ez a dobosra múlik a legtöbb, hogy azt játssza-e. Azóta sokkal jobban odafigyelünk rá. Igen. Az meg a másik. De igen, ez minőségi, muzsika minőségi munkával, úgyhogy ez jó ez. A magor jó. Így van. Megyünk tovább és megnézzük, hogy a Reamp is jót hazudik-e. Igen, ezt úgy küldte nekünk. Valaki úgy küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen, kedves valaki. Nem tudom. Talán nem tudom, hogy a Jakab küldte, de ha ő, akkor köszi, ha meg nem... Vagy a Marosi Boti. Nem! A Gyurci küldte, hogy valaki küldte neki, ő meg tovább küldte nekünk. Gyurci. Köszönjük, Gyurci. Reamp. Akkor Reamp hazudsz. Nem. Mi? Sose hazudok. Én sose hazudok. Tényleg. Ja igen, valami rémlik. Jó napot kívánok, kedves kisasszony! Tudom már mi, bassz meg, itt volt a múltkor is, hogy nem volt izé. Igen. Nem volt gitár. Igen. Most már beugrott. Bűgös, hogy még az előző videó kliphez képest is szexi, ha ez egyáltalán lehetséges. Meg hát mivel nem tudjuk, hogy van egy gitáros, meg itt jelen pillanat nincsen, látható, hogy hallható, hogy a bűgő alapból az a dalba is előre van keverve. Picit bökök rá, jó? Jó. Hangyerő. Örülök, hogy nem én vagyok, hogy ez így megalomán geci a világon. Dobszerkót tekintve. Tempója van. De egy gitáros szerintem direkt nincsen, mert hogy eldobsz egy követ és három gitáros fejére ráesik. Tehát hogy az, hogy nem találtatok, azt nem hisszük el. Tehát nekik is, lehet, hogy náluk is az van, mint náluk, hogy nálunk, hogy annyira egységben vannak így hárman, ahogy bárkit beintegrálni, az ő hárma... Bocsánat, csak hallottam, hogy gusztustól a két lábgépezés... Egy kis trió lába. ...történik. Szóval van az a szint, amikor egy annyira erős köztetek lévő kölcsönhatás, egy plusz tagot beintegrálni, ja. Az már abból a köztetek lévő kölcsönhatásból vesz el. Tudnánk mesélni és ezt, róla. És ezt mi is megtanultuk, úgyhogy most már tudunk mit mondani, hogyha odajöttök és megkérdezitek, hogy miért nincs nálunk bőgős. És nem csak az a válasz, hogy mer. Igen. Mert csak. Igen, mi meg tudjuk már indokolni. Igen. Nem tudom, gitár esetében erről van ez szó, mert azért egy gitár az annyiba talán más, hogy egy gitár riff, gitár futam elég markáns részét tudja képezni a dalnak. Egy fokkal markánsabbat, mint a bőgő, nem megváltva a basszus gitárosokat, kedves ismerőseimet. És itt most ugye a riffet hozta gyakorlatilag a basszus, tehát igen. Hogy nagyon, nagyon érdekes kompozíció egyébként. Nem tudom, hogy EP vagy lemez lesz-e, van-e.
ma ennek majd utána megyünk, de hogyha lesz, akkor, akkor engem nagyon fog érdekelni, hogy ez egy lemezen keresztül fönn tudja tartani az érdeklődést. Mert azért egy dobbasszus ének az nagyon-nagyon jónak kell lennie. Igen. Hogy, hogy mondjuk 40 percen keresztül oda tudjál rá figyelni. De eddig nagyon jó. Tehát ez tapsot érdemel ez a dal. Igen. És igazából én a megközelítésben is hallom ezt, amit te mondtál, hogy a bőgő viszi a prímet abszolút a gitárnak. Persze, nagyon előre van tolva, meg rá van a kis Motorhead dizó is nyomva, úgyhogy persze, értem én. És ez lehet igazából a rajamnak az igazi ereje, tehát hogy ez egy abszolút nem szokványos megközelítés a rock metalban. És hogyha ezt úgy meg tudják pörgetni, meg a saját képükre tudják szabni, és ehhez, ennek a filozófiának a mentén írnak dalokat, mint ahogy szerintem ez is történik, javítsatok ki, hogyha tévedek, légy szíves, akkor az egy kurva jó, és van benne drive. Főleg, hogyha ilyen jó dalokat keresztül mutatják be nekünk, mint ez. Igen, csak hogyha... Ha nagyon sokáig nincsen dallam hangszered, igen, az egy idő után föl fog tűnni. Persze, de... Plusz, hogyha... Bocsánat, még annyit, hogy... Plusz, hogyha van egy irgalmatlan breaked, amit itt majdnem fölépítettek, de aztán végül is nem lett, de végül nem, akkor ott is a Gigi nagyon fog hiányozni, és azt a Motorhead dizó nem viszi el. Tehát ilyen szempontból én kíváncsi vagyok, hogyha nem csak ez a verze-refrén dolog van, akkor, hanem kicsi zenélés is, akkor mondjuk egy gitárdallam, egy a zsázs. A zsázs hiányzik, hogy ugye a Kovács Dórit ide citáljuk az Eagle Has Landed-ből. Nem baj, eddig nagyon érdekes. Igen, érdekes. És főleg úgy érdekes, hogy én nem tartom elképzelhetetlennek azt egyébként, hogy nem is gitárral van megoldva a Gigi. Hanem ezzel a szintis műgitár hanggal, mint amit például az is lehet. Slash Into Pieces, vagy egyes ilyen előző évtizedbeli Dream Theater anyagokon, amikor a Rudi bácsi úgy hozza a két gitárt, hogy igen, ilyen műgitár hangokat csihol ki a Korgból, a Kurzweilből szegény, hát egyik se arra való, de most ezt engedjük el. Igen. Mindegy. Én is ott tartok most, hogy nagyon érdekes ez a kísérlet. Meg érdekes az egész csapat, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy esetleg egy komplett hanganyagon középen vagy nagy lemezen keresztül akár sikerül-e ezt úgy tényleg olyan színvonalon megcsinálni, hogy fönntartsa végig a figyelmet, legyen benne drive, elvigyen A-ból B-be, legyen íve neki. Mert hogyha ez sikerül, akkor már csak az új megközelítés okán is nagyon fogom szeretni. Így van. Én nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz még ebből. Igen. Meg hát a zenész hölgyeket mindig imádjuk, úgyhogy... Menjünk tovább. Igen. Mert van még kettő dalunk, van még kettő. Slow mash. Meg egy Die Cut a fa. Gyerekek, menjünk. Ullulululú, na, slow mash-sel kezdünk. Őrület júliusban. Már nyári szünet tartott, hogy valószínűleg azért. Oh yes. Állítólag itt is jön új lemez, a régebbiről nem, vagy az utóbbiról nem beszéltünk. Nem tudom, hogy ez előtt. Hány látszim volt egy másiket. Hány látszint raktatok össze, bazzek, komolyan érdekel? Nézzek, sokkor vastag. Figyelem, csak valami közelít hoz. Az kurva vastag. Hát én nem szom. Ehhez te értesz. Jó, hát már letépelni a cinaját, azt nagyon kevesen csinálják most már. Nagyon sokan több cint használnak egyszerre, ez... Látod? Lát. Olyan, mintha minimum 3 lenne, de még több is. 4-et se tartom elképzelhetetlennek. Lehet. Bármi lehet. Your skin is so good to feel.
Ryan-nak is lyukak van a kúp mellett, talán érdekes. Mondjuk az gyárlag van úgy szerintem, vagy nem Ryan volt, még az a másik opció. Mert tudom, hogy van olyan Ryan, ami ilyen lukacsos, de... Nem találkoztam még vele, hogy... Olyan hullámos, mint a palatető ez a cínszének, nem? Hát tök olyan. Jó, abba vagyom már cínes baromságaimat. Szakmázok itt még hülye gyerek. Szóval itt is oda van kendve a szóló. Persze. A Hetfield kezdte behozni ezt a mikrofont, ezt a fajta mikrofont 10 pár évvel ezelőtt, vagy valahogy más farmizen érte. Az az érdekes, hogy a Tommy Hudsonnek a mikrofonját viszont senki nem látta még lekoppintva. Várjad, melyikre gondolok, erre az oldalt belekapaszkodós történet. Igen. Van, várjad, de 4 fogany, itt is tudja fogni, meg itt oldalt, és így van. Nagyon durva. Ez mi ez? Mihogy mi ez? Hard rock? Vagy ez mi ez? Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy nyitó riff alapján, meg úgy zeneileg, a nyitó képek alapján, ahogy ki volt írva a Madness in July, meg Teri volt, meg mit tudom én, nekem egyes egyben az Ozzynek a Park at the Moon-ja ugrott be. Mondjuk Ozzynek az ugye pont a pop metal korszaket nyitott, nem tudom, mindegy, a Park at the Moon jutott eszembe, ez a lényeg is. Nagyjából ez a korai Ozzy vonalas zene is. Tehát, hogy ez a riffelés, ez körülbelül ez a Randy Rose JP vonal. Igen. Nem, az Ultimate Sins lemezen a Shut in the Dark van. A Bark at the Moon az a Bark at the Moon lemezen van, bármilyen ilyet ott van. Wow! Tényleg. Wow! Tényleg. Jó van. Hát megmondom őszintén, nem az én zeném. Tehát valószínűleg ezért nem beszéltünk akkor az elmúlt lemezről, mert hogy nem az én zeném. Nem beszéltünk. Hogy képzeltük? Most mi történik? Kijöttem. Aztán visszamegyek. Jó, de figyelj, hogyha úgy esik, akkor szerintem beszéltünk, mert amúgy a produkció maga minőségi. Igen. A zene dallamos, meg király, úgyhogy igazából meglátjuk majd, hogy alakul. Meglássuk. A júliusi őrület. Na. Na. És hát a végére. Kátai Tamás. Tavaly már bevadultunk. Így van. De most úgy néz ki, hogy ez valami friss produktum, nem? Így, és jön még idén talán a lemez, ha jól emlékszem. Úgyhogy... És annyit nyilatkozott, ha jól emlékszem a Kátai, hogy most csak szimplán metált akart játszani, úgyhogy én erre kíváncsi vagyok. Üdvözöljük, csak Martina legyen az a kérés, csak Martina, csak a horvát Martinát ne hagyjátok otthon, légy szíves. Hú, ezt ki énekli? Én azt is olvastam, de már nem emlékszem rá, úgyhogy... Ki? Hát ezt a dalt nem emlékszem már ki énekli, úgyhogy nyomjad, aztán meglássuk. Most nézzek utána, vagy a végén nézzek utána? Most nyomjad a dalt. Most nyomom a dalt. Aztán talán rájövünk. Néma Verme. Jaj, izé! Azt hiszem a Watch My Dying-ból a... Gobr? Ja. Ha nem, akkor bocsánat. A Salvus klip óta menő ásóval kimenni a pusztába. Az mindig menő volt. Ennyiből megmondom őszintén, nem. Én se. Öröm hallani, hogy ha Kátai Tamás csak így
metált van kedve, csak metált akar játszani Delcat a Falk néven, az is Delcat a Falkos. Igen. Ennek borzasztóan örülök. Vagy Kátai Tamásos, tehát ez... Ez nem a Cloud. Akkor nem tudom. De lehet. Én arra emlékszem, hogy őt olvastam, de ha nem, akkor majd mindjárt utána nézzük. Hát én némit azt is hallottam benne egyébként a Gátor, agregátorból. Az biztos nem arra emlékezni. Mm-hmm. De ez a mély refrénének, ez ráemlékeztet inkább. Hallod? Aha. Jegyezném meg 171-ére, hogy nem kell drop jazzbe menni, hogy metal csináljál, de... Igen. Nagyon sokan azt hiszik, attól lesz valami metal, hogy lehangolunk a faszba, nem? Nem. Amikor egy Metallica az első öt lemezén, illetve az első négy lemezén, ahol ugye megkérdőjelezhetetlenül metalt játszanak. Egy dekát nem hangoltak le a standardhoz képest. A Black Albumnál jöttek rá, hogy van egyáltalán mélyebb. És megkérdőjelezhetetlenül metál. Hát, Psilocybin. Az mi? Hát Josh Middleton. Ja, hogy úgy. Annak ott is ugye standardében, és olyat tetálkodnak, hogy meghasz megőrizte. Hát igen. Egészen egyszerűen érteni kell hozzá, és működik. De... Csak le kell vágni a gitár fejét, és kell még pár extra bundot oda ragasztani. De ez egész korrekt egyébként. Abszolút. Na, de addig elmondom én gyorsan, mondjad. Hogy igazából az van, hogy én nem vagyok az a Dijkat a Falkos emberke, megmondom az őszintét, de ezt talán a Vadaknál is elmondtam. Viszont ez konkrétan egész jól működik. Tehát amikor tényleg a metálkodás van, akkor én azt így tudom szeretni. Na, mondjad. Elnézést, hogy most viszonylag kevés látszik a Jamból. Igen, Veres Gábor. Hogy de kurva jó vagyok, gyerekek! Nem. Vagy már rég hallottam a Gábort énekelni, vagy elfelejtettem, hogy van neki ez a nagyon-nagyon mély gyomorhörgős orgánum, mert a VMD-s károgós sztorira a mai napig jól emlékszem, az benne van a ilyen Need for Damkinnek hasonló dalokból, így a korai érával, amikor még úgy tartottam az egyik legemészhető magyar zenekarnak a Watch My Dying-ot, hogy a Gábor egy tiszta hangot nem éneket benne soha. Igen. De a Sanyiék elvitték. A Boris Sanyiék. Na, szóval, igen. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Hogy jöttél. Kátai mesternek ezt a csodálatos produktumot. És igen! Taken from the upcoming album Alföld, release date June 16, 2023. Tudtam én, bazd meg. Akkor Madness in June, gyerekek, és akkor... Így van. Még addig kérnénk egy étvárgyegyeztő Martinás gyönyörűséget, és akkor rendesen föl is leszünk csigázva a lemezre. Így van. Úgyhogy ennyik voltunk már a gyakorlatilag sasoló fronton. Ha itt voltatok velünk, írjátok meg, hogy melyiket milyennek tartjátok, aztán legközelebb megjövünk egy újabb hetessel.
heti hetesen. Pont ezt akartam. Bocsánat. Én már benne voltam a lendületbe. Hetes jelentést kérek, tanár úrnak jelentem. Aztán létszám a kettő, és mind a kettő hülyék. Na, írjatok meg bármit, gyerekek. Írja, iratkozzá, aztán... Házit, főként a házit írjátok. Így, aztán legközelebb jövünk. Aztán meg a házit így jártam. Köszönjük. BB önmagát szórakoztatja, engedjétek el. Szevasztok.